Én sok szeretettel köszöntök mindenkit. Lehet hallani a hangomat? Nem tudom, hogy mennyire Gergő, egy kicsit húzom nálam, és akkor lejjebb húzom. Mielőtt az előadásomat belekezdenék, ugye már az Andrea korábban a szünet elején utalt rá, hogy szeretnék egy kis trükköt, egy kis kalandot vinni az előadásba, úgy 25 perc múlva. Ez mindenkinek szüksége lesz, mert papírra és tollra, illetve ceruzára. Ki az, akinek nincs kéznél kezeket fel? Jó, akkor akinek nincs, akkor ott az orsítól lehet kérni ilyen papír. Ez az előkészület azért szükséges, mert viszonylag kevés időm van az előadásra, és akkor nem akkor kell majd vele foglalkozni. Úgyhogy akkor el is kezdeném. Az előadásomnak a témája a létezés értelme utáni kutatás, illetve a megvalósításnak az abszolút dimenzióiról fogok beszélni. Mindezt a védikus kultúra, a védikus irodalomnak a védikus hagyományok alapján, amely ugye szó védikus mindenki számára ismert, ez India ősi szentírásaira, a védákra utal, és az a hagyomány, ami ezt követi, az a védikus hagyomány. Többek között ugye az ájurvéda, mint olyan szintén ennek a védikus hagyománynak a része. Az élet, illetve a létezés értelme, én azt hiszem, hogy nem csak egy filozófiai kérdés, filozófiai probléma, hanem egy eléggé konkrét egzisztenciális kérdés is, amely azt hiszem, hogy az emberi élet minden területére hatást gyakorol, és a cselekedeteinknek a hajtó ereje is lehet, és konkrétan az is. És ha az élet értelmét boncolgató kutatásaink nem találnak válaszokat, akkor nagyon könnyen az ember cselekvő képtelenné válhat, mind fizikai, mind érzelmi, mentális értelemben is. Azt hiszem, hogy erre különösen nem kell részletesen kitérni. Nem véletlen, hogy az emberiség történelmének a kezdete óta a leginkább kutatott, vitatott és leggyakrabban feltett kérdés az, hogy vajon mi a létezésünk értelme. Ahogy említettem, az létértelem kutatások hatalmas hajtóerőt biztosítanak mind egyéni, mind pedig társadalmi szinten, és azt hiszem, hogy nem túlzás azt mondani, hogy az emberiség fejlődésének igazán nagy állomásai is közvetlenül vagy közvetve ezzel a kutatással állnak valamilyen módon kapcsolatban. Mindezek mellett mégsem túlzás azt mondani, hogy ez a kutatás, ez mind a mai napig folyamatosan zajlik. Egyrészt különböző elméleti és gyakorlati tudományterületeken, egyéni és társadalmi szinten kutatunk a létezésünk értelme után. Persze válaszokat nem biztos, hogy kapunk közben, de legalább próbálkozunk. Mindez azt sejteti, hogy a válaszok, amelyeket eddig kaptunk ezekkel az eszközöknek a segítségével, igazából nem váltották be teljesen a hozzájuk fűzött reményeket. A hinduizmus szentírásai, amelyeket, ahogy említettem, védikus irodalomnak nevezünk összességében, vagy összefoglalóan, ezzel kapcsolatban úgy fogalmaznak, hogy az ezekkel a módszerekkel elért eredményeink számos értékük és hasznuk mellett nem oldják meg az emberi élet legfontosabb problémáját, a születés, a betegség, az öregség és a halál problémáját. Másik oldalról pedig a főleg hindu kultúrkörből, a keleti kultúrkörből ismert testről testre vándorlásnak, a reinkarnációnak a problémáját. Hogyha valaki ezeket a terminusokat és gondolati elemeket nem tudja elfogadni, mert a világ képében nincsen benne, akkor számukra is üzen ez azért valamit, mégpedig az elmúlás és az ideiglenességnek az üzenetét, ami szüntelenül, mondhatni szüntelenül minden ember életében boldogság keresést beárnyékolja. Azt hiszem, ezzel senki nem vitatkozik. Az életértelem kutatásaink szorosan összekapcsolódnak a boldogság keresésünkkel, olyannyira összekapcsolódnak, hogy legtöbben, vagy az emberiség tagjai közül majdnem mindenki kizárólag olyan létértelmet tud elfogadni önmaga számára, amely
egyszer vagy boldogságot okoz. Természetesen ennek a boldogságkereső mentalitásnak megvan a metafizikai alapja, tehát jó oka van, erről meg később is fogunk beszélni. Ez a hozzáállásunk, hogy mindenben, hogy a létértelem kutatásunk során a boldogságot keressük, tehát minden egy szempontból egyfajta egoisztikus, önközpontú módon éljük az életünket. Ez egy nagyon komoly akadály azzal kapcsolatban, hogy a megfelelő irányba tudjunk elindulni. Ez az én központoság igazából megakadályozza azt, hogy önmagunkon kívül bármi mást is észrevegyünk. Hogy ez érthető-e ez a gondolat. Tehát egy eléggé magányos út mondhatni, és hát ettől szenved gyakorlatilag az egész emberiség, a magányosság és az elszemélyesedés. Bocsánat, az elszemélytelenítés problémája. Jó. Most a teljesség igénye nélkül tekintsünk át néhány azok közül, hogy milyen tapasztalati és elméleti tudományos nézőpontok alakultak ki az elmúlt évezredek során az életértelemkutatásokkal kapcsolatban. A tudomány és a filozófia különböző területét megvizsgálva először a belső górcső alá szociológia, itt a szociálpszichológia képviselői által javasolt értékeket, illetve elemeket. Van egy széles körben ismert elmélet, az úgynevezett terror management elmélet, amely egy olyan értékrend, amely azt magyarázza, hogy az emberi életértelem választás az tulajdonképpen a haláltól való félelemből eredeztet. És úgy tartják, ugye a szociálpszichológusok, hogy egy ember életében, akár társadalmi szinten is akkor történik érték, illetve életértelem választás, hogyha az ember úgy gondolja, hogy ez segít elmenekülni a halálnak az emlékeztetőitől. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy most ez a probléma, hogy az életnek van egy eleve, elrendelt értelme, vagy mi választunk neki értelmet, erről majd egy kicsit később is fogunk beszélni. Következő a neurológia vagy ideggyógyászati kutatások elméleti oldala, a jutalmazás, az öröm és a motiváció fizikai megjelenéseit vizsgálja. Tulajdonképpen, ha valaki az életének értelmét az örömök maximalizálásában látja, akkor a neurológia elmondja, hogy mit kell ahhoz csinálnia, hogy ezt be tudja teljesíteni. Haladjunk tovább. A szociológia az életértelmét a közösség, a társadalom szintjén vizsgálja, olyan elméleteket használva, mint az értékelmélet, a normák, törvényesség, törvénytelenség fogalmai, tehát olyan értékekkel foglalkozik, amelyekért érdemes élni, amelyek értelmet adnak az ember életére. Most egy kicsit távolabb haladva az időben, szeretném, hogyha áttekintenénk néhány bevezetésként még, néhány filozófiai iskolának is a felfogását az élet értelméről. Nagyon-nagyon tanúságos, hogy az elmúlt évezredek során milyen értelmek láttak napvilágot, értelmes, különösen analitikusan gondolkozó emberek elméjéről. A platonizmus korában az élet értelme a tudás legmagasabb szintjének megszerzésében rejlett, amelyből e világban, ugye mondják, minden jó és igazságos dolog haszna és értéke származik. A platonisták, platonizmus követői úgy tartják, hogy ezt a legmagasabb szintű tudást a dialektika és a logika segítségével tudjuk elérni. Platón követője volt Arisztotelész, aki a úgynevezett Nikomakoszi etika című művében azt mondja, hogy mindennek, ugye az emberi létezésnek is egyetlen egy célja van, és ez a cél a jó. Hogy mi ez a jó, ennek a megfogalmazása, definiálása már egy kicsit bonyolultabb. Ő azt mondja, hogy jó az, amit önmagáért, saját értékeid miatt sem másért teszel. Ezek most így hirtelen eléggé sűrű és tömény gondolatok, remélhetőleg mindenki azért tud magának elvinni ezek közül valamit, azért, hogy aztán gondolkodjunk, elmélkedjünk róla. A hellenisztikus időkben úgynevezett cinista filozófusok közül Antisztenész és Diogenész úgy tartotta, hogy az élet célja az, hogy erényes és a természettel összeegyeztethető életet éljen. Számukra a jó élet a megkötöttségektől, a fizikai, szellemi és társadalmi rabságoktól való mentességet jelentette, és értem szerint
ezzel megfelelő viselkedéssel óhájtott rá ezt elérni, és különböző lemondások gyakorlásával. Itt a képen pont Diogenészt láthatják, őről, ahogy a szállóigeként terjedt, sokáig is terjed ma is ez a sztori, hogy ugye amikor Nagy Sándor meghallotta az ő géniuszát, hallotta az ő csodálatos természetéről és lemondott tulajdonságairól, lemondott életéről, akkor ki akarta fejezni a megbecsülését, és oda ment Diogenészhez, aki egyébként egy hordóban lakott és kutyákkal beszélgetett, kutyák voltak a hétköznapi társai, hogy kedves bölcsem, hogy megvan a hatalmamban, van minden lehetőségem, hogy bármit kész, megadok neked. Diogenész itt meg bölcsen rájuk, ránézett, és azt mondta, hogy hát egy dolgot megtehetsz, hogy álljál légy szíves odé, mert elállod a nap. Ez egyébként, ez a sztori jellemzően bemutatja a cinista filozófusoknak a gondolkodásmódját. Ebből származik, tőlük származik a mai egy kicsit más módon használt kifejezés, mert használt a cinizmus. Jó, de haladjunk tovább, nem akarom nagyon az időt elnyújtani. Másik jól ismert irányzat a hedonizmus, aminek a követői szerint az ember legfőbb érdeke létezésének egyedül igaz célja az élvezet, a gyönyör. Ismerős ez a filozófiai tétel? Lehet, hogy nem hedonizmusként fogalmazok meg, de a mai társadalom elég jól átalítatva ezzel a gondolkodásmóddal. Persze ők is változatosan fogalmazták meg a gyönyör definícióját. Az egyik mértékletesebb iskolájuk, az Epikúrosz által alapított iskola, ezen belül a gyönyört egyszerű fájdalommentességként, zavartalan életként fogalmazta meg, viszont a Arisztipposz, a kürénéi hedonistáknak a vezetője azt mondja, hogy a gyönyör az élvezet egyedül a jelen pillanatban tapasztal érzéki boldogság, érzéki öröm. A múltban itt tapasztalt boldogságot, és a jövőben remélt boldogságot nem is fogadta el a gyönyör. Csak azt, amit ebben a pillanatban tapasztalsz, élvezel, mindegy, hogy milyen forrásból származik. Akár etikus, akár nem etikus forma. Csak meglegyen a gyönyör. Ugye? Ismerős filozófia. Azt hiszem, pedig ez Krisztus előtt a 4.-5. században volt eléggé elterjedt. Nincs új a nap alatt, ha lehet ilyet mondani. De menjünk tovább. Ugorjunk egy kicsit nagyobbat az időben előre felé, a 17.-18. században, ami említésre méltó még, a felvilágosodás filozófiája, amely rendkívüli mértékben átalakította az emberiség életértelem kutatásainak a szellemiségét. Az addig általánosan elfogadott Isten iránti odaadásnak, a neki való engedelmességnek, alárendelődésnek az eszmér teljesen kicserélődött, és helyét felváltotta az egyéntől elidegeníthetetlen természetes jogok eszméje, az értelem lehetőségei és felsőbbrendűségének eszméje, valamint a szabadság, egyenlőség és állampolgárság eszmélyi. Ezek mind életértelmek, létértelmek jelentek létjogosultságot abban az időben. Látható, hogy évszázadok, évezredek alatt elég sok életértelem definíció született, és most szeretnék áttérni arra a gondolatmenetre, vágányra, ami az előadásomnak talán a lényege lenne, hogy mit is mondanak a védikus hagyományok arról, hogy milyen életértelem lehetőségei vannak egy embernek ebben az életében. A védikus irodalom megfogalmazza azt, hogy az emberi társadalmakban négy fő emberi cél, illetve emberi életértelem jelenik meg, amelyekért az emberek bármit megtennének. Bármit. Szószoros értelmében. Erre vannak történelmi példák, és ezeket most nem akarom sorolni. Az első ilyen életcél, azt majd láthatjuk, hogy amiket eddig felsoroltam, történelmi életcél definíciókat és tudományos életcél definíciókat, ezek mind besorolhatók az itt felsorolt négy életcélbe. Ezek közül az első, a legismertebb és legáltalánosabban gyakorolt az anyagi gyarapodásra való törekvés, mint életcél. Ez az a anyagelvű gondolkodás módon alakul, amely szerint a jobb anyagi körülmények automatikusan eredményeznek boldogságot ebben a világban. Általában mondhatjuk, de szerintem már minden tapasztaltabb ember ezt látja és tapasztalta,
hogy az érzéktárgyak bűvöletében a boldogságot kutató ember általában csak bilincseket és megkötöttségeket szokott találni, és nem a boldogságot, azt a legritkább esetben. A második ilyen lehetőség, értelem lehetőség, és célom meg szokott fogalmazódni, mai világban egyre ritkábban, sajnos, az erényes élet önmagában. Mit jelent ez? Ez általában a védák erkölcsi tanításaival és természet törvényeivel való összhangban élést jelent. Ez a dharmikus élet, hogyha a szanszkrit, tehát a védikus terminológiát használom, ez a dharma, biztos mindenki számára ismerős. Négy alap illéren áll, mert pont egy évvel ezelőtt beszéltem az akkori 6. évkérés konferencián, csak felelevenítem, ez a négy, ez a kegyesség, a lemondás, a tudás és az igazmondás. Hogyha valaki ezeket az alapelveket betartotta, védikus irodalom őróla azt mondja, hogy egy dharmikus életet élő ember. Persze az ilyen élet sem feltétlenül mentes a tragédiáktól, ugyanakkor van egy nagyon fontos tulajdonság, hogy egy belső tartást és egy belső örömet, boldogságot kölcsönöz az embernek, aki ezeket az elveket követ. Ami még fontos, hogy a dharmát pusztán életcélként való, követésének ez a boldogság, ez a belső tartás érzése az alapja, és bár nemes, még mindig én köszönöm. Természetesen a dharmikus élet minden ember számára egy követendő dolog, azonban az eredeti védikus hagyományokban, a védikus szövegkörnyezetben ez nem egy élet cél önmagában, hanem egy eszköz az élőlény felemelkedésére, egy magasabb rendű életcél megismerése és megértése érdekében. Nézzük a harmadik életcélt, amit a védák felsorolnak, ez is nagyon ismerős lesz, az úgynevezett káma, egy közvetlen érzéki élvezet. Életcélként történő megfogalmazásának az alapja az, hogy az ember a fizikai testével azonosítja önmagát. Ennek a testtel való önazonosulásnak az oka az élőlény maga eredeti lelki természetéről szóló tudatlanság. Nem tudjuk gyakorlatilag azt, hogy kik vagyunk. Azonosítjuk magunkat az anyagi testünkkel, mert ezt az anyagi testet látjuk legnagyobban, legalább minden reggel a tükörben, vagy van, aki napjában többször is a tükörben. Jól megnézzük, hogy néz ki, nehogy kellemetlen hatást nyújtson más emberek számára. Ezzel találkozunk leggyakrabban, értelemszerű, hogy azt hiszik, hogy ezzel a testtel mi azonosak vagyunk. Hát ez az alapja ennek az életcélnak. Ennek a hamis életcélnak, önképnek a következménye az, hogy az ember a saját érdekeit, az anyagi test és az érzékszervek úgynevezett érdekei szerint határozza meg. Így a boldogság, amelyre vágyik, természetszerűleg, úgy tűnik a számunkra, hogy a külvilág érzéktárgyának megtapasztalásából kaphatjuk meg. De ez egy, hát hogyha már valaki egy kicsit ebbe belegondolt, ez egy elég komoly tévedés. Általában valahol mindig probléma van vele, míg a per pillanat megadja is azt az örömet, amit várunk tőle, akkor is a következő pillanat azt eltör. Van, amikor nem úgy sikerülnek a dolgok. Most képzeljük el, hogyha Szakács véletlenül a cukor helyett sót ad ebbe a tortába, mekkora koppanás hallatszik ugye az első falatotás után. Jó, menjünk tovább. Ha valaki az érzéki élvezet rendszeres tapasztalását követően megérti, hogy ez a hőnállított boldogság, amire vágyunk, és amire vágyunk mindannyian, ezen a módon nem elérhető. Minden erőfeszítésünk ellenére valahogy mégiscsak a távoli ködbe vész, és nem tudom igazából megtapasztalni, és hogy az anyagi világban tapasztalható szenvedéseinket sem sikerül ezekkel a módszerekkel kiküszöbölni, akkor az ember eljuthat az anyagi világból való felszabadulásnak a gondolatához, az ehhez történő vonzódáshoz. Ugye ez a felszabadulás, ez már egy kicsit túlmutat az anyag szférán. Igazából a védák beszélnek róla, hogy a felszabadulás az anyagi világból az azt jelenti, hogy a kötöttségektől megszabadulunk, és valami az anyagon túli régió felé közelítünk. De magyaráznak a védikus írások, hogyha ennek a felszabadulásnak, a felszabadulásra való vágynak a motivációja, pusztán a szenvedésektől való megszabadulás,
akkor ez nem különbözik attól, mint hogyha valaki a szenvedélybetegségeitől akar megszabadulni, a felelősségeitől, vagy éppen a politikai rendszertől függően az elnyomó hatalomtól, vagy az aktuális politikai vezetőtől akarna megszabadulni. Ugyanaz a motiváció, ugyanaz az én és az enyém attitűd rejlik benne, ami minden más anyagi törekvésben. Csak ez egy negatív anyagi vált. Természetesen a védikus irodalom javasolja mindenki számára, aki nincs a felszabadulás szintjén, a felszabadulás útját, de nem a szenvedések megszüntetése céljából, hanem hogy önmagunkat megismerjük, és egy lelki transzendentális platformra tudjunk jutni által. Az elmúlt percekben tárgyalt négyféle életcél, ugye volt az anyagi gyarapodás, az erkölcsös életvitel, a közvetlen érzéki élvezet és a felszabadulás. Elmondhatjuk róluk, hogy mindegyik egy igazából szubjektív, egy választott életcél. Tehát ezt senki nem mondja nekünk, hogy ez az élet célja. Persze most már a nyugati kultúrában ezt mindenki ezt mondja. Ugye utalt a nagykövet úr is a múlt életlámokra és a többi tényezőre. De hogy ezeket mi választjuk saját szabad akaratunk szerint, döntjük el, hogy milyen irányba megyünk. Szubjektív életcélok, főleg azért, mert az ember éppen aktuális anyagi, testi önazonosítással alakulnak, amelyeket szintén ezek alapján, vagy ez alapján az anyagi önazonosításunk alapján választunk. A probléma ezzel egyedül az, hogyha változik az önazonosságunk, az önazonosításunk jellege, vagy változnak a körülmények, akkor változik maga az életcél is. Nagyon-nagyon problematikus dolog. Általában, ami a legjobban frusztrálja az embereket, micsoda? Az akaratunktól független változás. Nem? De ez az anyagi világ, ami ideiglenes, folyamatosan változik, ennek köszönhetően változnak automatikusan a szubjektív élet céljai, nem is boldogságot pedi állat. Jó. Most tekintsük át, hogy milyen ideiglenes, az eredetitől eltérő önazonosítási lehetőségeinknek vannak, amelyek alapján az életcéljeinket, ezeket a szubjektív életcélokat választjuk. Ez egy nagyon tanulságos dolog lesz, sajnos egy kicsit száraz téma, úgyhogy meg azért próbálom valamiféle képekkel vagy ilyen-olyan dolgokkal fel dobni, de ha valaki rá tud kattanni, akkor nagyon sok dolgot meg tud érteni saját életében. Miről fogunk beszélni? Ha egy mondattal akarom megfogalmazni, az anyagi szennyezett tudat szintjeiről és a nem valódi, eredetitől eltérő önazonosságainkról. A védikus irodalom transzcendenciáról szóló részei hangsúlyozzák, hogy az egyéni élőlény mi magunk, akik eredetileg vagyunk, eredeti helyzetünkben halhatatlanok, változtathatatlanok és örökek vagyunk. A tét tulajdonságairól ennek a léleknek, majd még részletesebben is beszélünk. Itt egy felhővel jelzem, amit csak majd látjátok, hogy arra szolgál, hogy egy kicsit elkülönítsük a többi sematikus ábrázolástól. Aki az anyagi világhoz fűződő ragaszkodásának köszönhetően rákényszerül arra, hogy újra és újra megszülessen ebben az anyagi világban. Ugye ez az már említett reinkarnáció folyamata, azonosítva magunkat az anyagi testünkkel. Környezetünkkel, ami körbevesz bennünket, az úgynevezett mentális testén keresztül, más néven finom fizikai testén keresztül tart kapcsolatot. Erről én szerencsés helyzetben vagyok, nem kell beszélnem, mert az összes előttem szóló előadó már beszélt erről. Finom fizikai testnek, mentális, pszichés testnek szoktuk nevezni, anyagi tudatnak, csittának, amely három összetevőből áll, elme, intelligenciál és álmiságokból. Erről már Medvegy Gergő kollégám bőven sokat és beszélt, vagy hogy mindenki tud minden. Ez az a mentális test, amely az érzékszerveinket koordinálja, működését szabályozza, és így valósul meg a lélek és a környezet közötti kapcsolat. A korábban említett, eredetitől eltérő, úgynevezett felvett önazonosságaink is valójában ebben a mentális testben alakulnak ki. Pszichénkbe, ezt egy szóval csak egyszerűen úgy nevezhetjük, hogy ez az élőlény pszichéje, és mint egy szennyezett, színezett tudati rétegeket hoz létre. Tehát itt nem tudom, látszik-e messziről is, hogy berajzoltam két-három ilyen tudati réteget, amelyeket egy szóval a jóga filozófia, illetve a védikus pszichológia kóságnak
ez, kósa, ez tudati réteget jelent, amelyek mint a hagyma csíráját, ugye, mint a hagyma rétegei befedik, körülbelül ugyanígy fedik be a lélek eredeti ényét, eredeti tudatát is. Alapvetően öt ilyen kósáról beszélnek a védikus szentírások, nézzük meg őket részletesen is. Az első ilyen szennyezett tudati szint, amely egyben egy önazonosítási forma is, az úgynevezett Anna Maja kósa, amely nem más, mint a tapasztalható, érzékekkel felfogható, durva fizikai testtel való önazonosulásunknak a szintje. Tehát ezen a tudatszinten kizárólag a fizikai testünk jelenik meg az énképünkben, mint domináns, önmagunk értékét meghatározó tényező. Ugye a szennyezett tudat önazonosítási szintje jelennek meg az ilyen önazonosítások, mint amikor azt mondom magamról, vagy gondolom, hogy én most egy sovány ember vagyok, vagy kövérként azonosítom magam, és ez nyomja rá a bélyegét az önazonosságunkra, vagy amikor azt mondom, hogy szép vagyok, vagy csúnya vagyok, vagy hosszú vagyok, hosszúhajú vagyok, rövidhajú vagyok, vagy pattanásos vagyok, vagy sima az arcbőröm, vagy sorolhatnám tovább, amikor valamiféle emberi rassz kategóriába sorolom magamat. Én fehér ember vagyok, ezért felsőbbrendű, mondjuk egy másik kasztba tartozó emberért. Érti mindenki, hogy miről beszél. Ugye azt hiszem, hogy ezekkel át van szőve a társadalom. Hát itt újra elmondhatom azt, hogy ugye ez egy ideiglenes önazonosság, hiszen az anyagi test állandóan változik. Egy fiatalként önazonosult ember elég nagyot koppan 30 éves kora után, amikor az első, ezt mindig elfelejtem, valljuk, nem, szarkalába, megjelennek, ugye akkor jönnek az egzisztenciális problémák, most akkor ki vagyok én. Bocsánat, hogy itt kisarkítom, de ezek a történetek férfiaknál és hölgyeknél egyaránt. Ami egy fontos egy ilyen önazonosítási szintnél, az az, hogy egy Anna Maja tudatszinten, önazonosítási szinten lévő embernek az értékrendje is erre, ezen a szinten mozog. Nem csak önmagát, hanem más embereket is annak alapján értékel, hogy azoknak milyen az anyagi test, hogy mennyire felelnek meg az ő elvárásainak, az érzéki élvezetre mennyire alkalmasak, stb. No, de haladjunk tovább. A második önazonosítási szint az úgynevezett prána majatósa szintje, ami tulajdonképpen az élettevékenységeinkhez és a cselekedeteinkhez kötött. Azok az emberek, akik döntően ilyen jellegű önazonosítással rendelkeznek, önmagukra elsősorban a tetteikkel kapcsolatban tekintenek. Ilyen esetben az énkép elsősorban konkrét cselekedet mintához kötődik, amelynek során valaki a munkájával azonosul, hivatásával, hobbiával. Egy ilyen azonosítási szinten élő ember gondolja magáról azt, hogy ő egy egyszerű munkásember, egy pilóta, ugye? Olyan önazonosítási szint, vagy egy country zenész, vagy esetleg katona, vagy talán postás, vagy akár egy tanár, vagy tanárnő. Tehát mind cselekedet minták alapján azonosítjuk önmagunkat, és másokat is, hogyha ezen a tudatszinten vagyunk, és más emberek értékét is az alapján ítéljük meg, hogy azok milyen jellegű munkát végeznek, és az a társadalmi hierarchiában, érték hierarchiában mondjuk hol helyezkedik el. Valaki mondjuk egy gyárigazgató? Ő egy nagyon komoly ember, felnézek rá. De mondjuk egy kukás, akkor inkább így lesöpöm a gondolatot is, hogy rágondoljam. Mindenki, bocsánat, megint a sarkításért, de mindenki érzi, hogy a mennyire illuzórikus gondolkodásról beszélünk most, azt hiszem. Hát arra meg nem is akarok részletesen utalni, hogy egy ilyen önazonosítás azonnal összeomlik akkor, amikor valaki végleg elveszíti a munkahelyét. Nem tudom, hogy közülünk Magyarországon, az itt 5%-a érte már meg ezt a traumát. Nem akarom a kezeket feltetetni, de garantálom, hogy a 30%-a jelenlévő hallgatóknak küzdött már ilyen problémával. Hát nem nehéz kitalálni, Magyarországon vagyunk, tehát ez majd törvényszer. Menjünk tovább! Tiszta lélek eredeti tudatát befedő harmadik nem természetes önazonosítási burok az úgynevezett Manó Maja kósa, vagyis az elme szintjén kialakult a gondolatokkal való azonosulás, önazonosítás. A testet öltött élőlény e kósa, e önazonosítási burok
jelenlét a dominancia esetén ideológiákkal, gondolati mintázatokkal azonosul, ezek alapján tekinti magát értékesnek, ezek alapján nyer értelmet az élete. Így válhat valaki egzisztenciális létezésének értelmet megadó, illetve létezését megalapozó, bocsánat, nem akarok személyeskedni, kommunistává, de megyek tovább, nem állok meg, fideszessé, nácivá, ismerősen LMP, a Gárda, vagy akár MSZP-sé, vagy akár zöldpárti aktivistává is. Tehát amikor valakinek a létezését, az létezésének az értelmet ezek az ideológiák adják, akkor ez az úgynevezett manomajakósra szint. Menjünk tovább. A felsorolt három tudatállapot, a testi cselekedetek és a gondolat mintákkal való azonosítások, önazonosítások, azok a tudatszintek, amelyek manapság az emberi társadalom működését és dinamikáját gyakorlatilag mozgatják. Én azt hiszem, hogy ez viszonylag egyszerűen érthető, ezt tartja mozgásban a társadalom működését, és csak nagyon kevesen jutnak el a filozófiai gondolkodás azon dimenziójába, és ez nem műveltségtől vagy képzettségtől függő dolog, ahol az abszolút létértelemkutatásnak az alapvető kérdései megfogalmazódnak. Mik ezek az abszolút létértelemkutatási kérdések? Hogy ki vagyok valójában? Honnét jöttem? Honnét származom? Mi az életem igazi célja? Stb. Stb. Ugye az abszolút, a létezés abszolút értelme, amit nem mi választunk, hanem ami értelmet ad az egész életnek, az egész teremtésnek, általában az korábban említett négy választott szubjektív létértelmet követő emberek az idő egy pillanatában mindig csalódnak. Amelyik tudatszinten valaki felteszi ezt a kérdést, hogy mi a létemnek az abszolút értelme, akkor már rátér a következő önazonosítási tudatszintre, amit Vigyána Maja Kósa szintnek neveznek. Az az ember, aki megértette azt, hogy az Anna Maja, Prána Maja és Manó Maja Kósa önazonosítási szintek ideiglenes. Megérti, hogy a testen belül ott van egy testtől független transzcendentális lélek is, megérti az anyagi testnek és az elmének az ideiglenes jellegét. Úgyis mindenki odafigyel, és akkor én feleslegesen találkozom. Most ezek a mobiltelefonok már úgy vannak elkészítve, majdnem lehetetlen kikapcsolni, ha egyszer a billentyűzárat bekapcsoltad. Köszönöm szépen. Tehát a Vigyána Maja tudatszinten már az ember képes különválasztani a testet, a lépületeket, az anyagi gondolkodást és a lelket. Ez egy nagyon-nagyon komoly koncepcionális változás. Igaz, hogy még önmagát nem tudja azonosítani lélekkel. Igaz, hogy még a testtel kapcsolatban gondolkozik és él, de már tudja, hogy van a lélek a testben, és törekszik ennek a megvalósítására. Itt csak néhány képet akartam bemutatni. Elég érdekes, ahogy haladunk az egyre finomabb önazonosítási szintek felé, egyre ritkábban lehet valami odaklapoló képet találni az interneten, nem véletlen, ugye egyre nehezebb megfogalmazni őket. De menjünk tovább. Az ötödik, utolsó burok, ami befedi a transzcendentális lelket, ez tulajdonképpen a mentális testünknek az a rétege, amely tisztán tükrözi a lélek eredeti tulajdonságait. Ez egy igazából már egy megvilágosodott állapot, amikor nem csak tudsz a lélekről, hanem látod is, tapasztalod is, a lélek önazonosságának az alapján gondolkozol, cselekszel, és a lélek eredeti boldog természetét tudod tapasztalni. Mire volt jó ez, hogy most arról beszéltük, hogy milyen önazonosítási szinteink vannak, lehetőségeink vannak, mert ezek természetesen mind-mind az alapját képezik az általunk éppen kiválasztott életcél, életértelemnek. Nézzük meg, hogy a lélek eredeti tulajdonságai hogyan jelennek meg ezekben az önazonosításokban, hogyan jelennek meg a jelen életünkben.
Említettük azt, hogy a lélek, az eredeti tiszta lélek, örök léttel, teljes tudással, tökéletes boldogsággal és eredeti lelki formával és személyiséggel rendelkezik, amely tulajdonságokat a finom fizikai testnek a rétegei, a kósák és a durva fizikai testnek, ne felejtsük el, van, mindenki ezt látja elsősorban, ezek befedik, elfedik. Hogyan jelennek meg a jelen életünkben a léleknek ezen tulajdonságai? Hogyan lehetne bizonyítani azt, hogy ezek ott vannak eredetileg? Nagyon egyszerű. Nézzük végig ezt a három tulajdonságot egymásnak. Ezek a tulajdonságok alapvetően, amit mindenki tapasztal belőlük, mivel már be vannak szedve, de természetükhöz tartozik, az a hiány. Hogyan nyilvánul ez meg? Mondtuk azt, hogy a lélek eredetileg öröktől fogva, természeténél fogva boldogság természettel rendelkezik. Bocsánat, ez jön, előre megyek. Örök. Tehát, hogy örökek vagyunk. A lélek örök. Hogyan nyilvánul meg ez az eredeti tulajdonság? Az, hogy mindenki ebben az anyagi testben, még ebben a testben is az örök létet mutatja. Azt hiszem, hogy ez nem egy különleges dolog. Gondoljunk csak a wellness iparra, a szépségápolásnak a eszközeire, vagy egyéb fiatalító technikákra, vagy adjuram Isten, a testépítőszalonokra, plasztikai sebészetre. Ezek mind-mind olyan módszerek, amelyek az anyagi test fiatalon tartására, a változásnak a megállítására, vagy elfedésére jöttek létre. Nem? Mindenki, hát nem is tudom, melyik előadó fogalmazta ezt, meg mindenki szeretne örökké fiatal maradni. Ugye? Megteszünk érte mindent, van, aki többet, van, aki kevesebbet, ez ezen alapul, mert ez az igazából az alapja, a lélek örök természete. Csak ez hiányzik nekünk, mert most nem tapasztaljuk. Amíg az anyagi testtel azonosítjuk magunkat, addig mindig csak a változást fogjuk önmagunkban tapasztalni. Azt, hogy örök létünk van, azt nem. A lélek, nézzük tovább, tudással teljes tudással rendelkező természete, hogy nyilvánul meg? Ez okozza tulajdonképpen a testet töltött élőlényeknek a korlátlan tudásszomját. Ugye a tudás az lehetőségeket teremt, függetlenül attól, hogy milyen életkorban szerezzük meg, és hogy mennyi, milyen jellegű az az adott tudás. Mindenki élethelyzettől függetlenül valamilyen tudást szeretne szerezni. Aztán a következő, most jön, ugye a lélek boldogság természete, pedig abban nyilvánul meg, ugye a jelenlegi helyzetünkben, hogy állandóan mindenki szüntelenül a boldogságot kutatja. Ez azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű. A fő probléma ezzel az, hogy ez a boldogságkeresés, amit mi nap mint nap végzünk, nem azon a szinten zajlik, amelyről ez a hiány származik. Érthető? Innét származik a hiány, és itt keres. Tehát majdnem lehetetlen a boldogságot és az elégedettséget ott megkapni, ahol nincs. Most jön egy kis felmérés. Csak látom, kezdenek opálossá válni a tekintetek. Ez muszáj valamit bevetni. Most kérem szépen, hogy mindenki vegye elő a papírját és a ceruzáját, a tollát. Megvizsgáljuk azt, hogy az egész életünkben kutatott boldogság, illetve elégedettség hogyan van jelen az életünkben. Kérlek benneteket, hogy gyorsan, mert itt kidobnak a szervezők, hogy túllépem az időpontot, vagy az idő kereteimet, úgyis ki fogom lépni. Megbeszéltük Medved Gergely kollégámmal, hogy ő 10 perccel hamarabb fejezte be, úgyhogy én elhasználom az ő idejét, hogyha megbocsájtatok érte. Egy izgalmas kis kalandtúrában lesz észletek, négy szépes a papírra, húzzatok két vonalat, három oszlopra bontva ezt a papírt. És az első, és kérek benneteket, hogy viszonylag gyorsan tegyétek, hogy tényleg ne üljünk estig itt. Az első oszlop tetejére írjátok fel, hogy elégedett vagyok. A második oszlop tetejére azt, hogy javítani akarok. És a harmadik oszlop tetejére, hogy nem fontos. És már most szeretnék elnézést kérni, mert észrevettem magamon, hogy átváltottam a tegeződő hangnembe. Kérlek, bocsássátok meg ezt nekem, főleg itt az idősebbekhez szólok. Elégedett vagyok, javítani akarok, és nem fontos. És most nem osztottuk ki a teszteket, mert nagyon hosszú idő lenne, de én most felsorolok 28 tényezőt, egész gyorsan, úgyhogy legyetek észnél, mint a gép úgy x-elgessetek. Jó? Akkor már egy kicsit szabadabb lesz a körünk. Jó?
Felsorol 28 tényezőt, és légy szíves az adott tényezőt magaddal kapcsolatban X-el. Számodra melyik oszlopba való az a tényező? Érthető? Az elsőt megmagyarázom, ahogy öltözködöm, nem rólam kell szólni, hanem magatokról. Elégedett vagy vele, javítani akarsz rajta, vagy nem? Tehát oké. Mindegyik tényezőre 2 másodpercet fogok adni, úgyhogy sercegen a tolva. Tehát ahogy öltözködöm, X valamelyik oszlopba. Második, a testalkatom, egészségi állapot. Gyorsan egy. Beszédkészsége, ígéreteim betartása, kinézetem, ahogy, tehát ahogyan kinézem, a tánc tudása, jó baj, szórakozási lehetősége, az már a hetedik. Nyolcadik, ahogyan nemet tudok mondani mások. Most csak X-eljetek, ne írjátok a kérdéseket. 9. A hitemmel kapcsolatban elégedett vagyok. A testsúlya, kapcsolatteremtési készsége, ahogy kedves tudok lenni másokkal, megfelelő döntések hozata, megélhetési gondjaim megoldása. Csak egy X-et kell írni. Csak írjátok. Akkor kis X-et csinálják, és akkor lesz 60. Kedvesség után viszintesen is sorolja. Mindegy, csak hogy húzatok srigulákat egymás mellé, igen. Hol voltunk? Megélhetési gondjaim megoldása, valódi arcom megmutatása, ahogy a barátaimmal beszélek. Én erre 3 percet szántam, akkor készültem, nem vagy. Ahogy másokkal viselkedem, az önzetlensége, rajzkészsége, vezetői képessége. Nem kell ezen gondolkodni, ez mindenki azonnal érzi, hogy ez most elégedett vagyok vele, javítani akarok, vagy nem fontos. Önmagam iránti szeretetem, indulataim féken tartása, munkahelyi, iskolai eredmény. Belső harmónián, kiegyensúlyozottságon, helyzetem a világban, céltudatosságon, jövőképen, amilyen irányba halad az életem, ez volt a 28. Most légy szíves, számold össze az oszlopokban, hogy hány X-szal. Sikerült összeszámolni? Oké. Akkor nem fogjuk elemezni, mert nincs idő. Nem tudom, ezután ebédidő lesz, vagy még lesz előadás? Ebédidő. Akkor nálam nem akarok. Összeszámoltátok? Csak egy kérdésem van. Ki az, akinek a legtöbb X a középső oszlopban van? Akkor itt jogos volt ez a plusz 2 kérdői. Egész nem kérdői. Mi ez? Kérdőjelens. Nem tagadhatjuk, hogy az életünk arról szól, hogy boldogságot, elégedettséget kutatunk különböző eszközökkel, és most van egy egyszerű teszt, nem kell különösebben nagy következtetésbe vonni, ami arra utal, én direkt nem értem oda azt, hogy elégedetlen vagyok a középső oszlopban, mert az automatikusan gyomorgörcsöt okoz, de embereknél ilyet leírni, ilyet leixelni. De azt, hogy javítani akarok, az egy pozitív dolog, de benne van az, hogy nem vagyok elégedett azzal, ahol vagyok, hiszen jobbat szeretem. Aztán a szünetben, vagy lesz itt egy vitafórum a 3 eddigi előadóval, akkor lehet megkérdezni. Szívesen válaszolok a kérdésekre is, vagy a felvetett vitapontra. De most, ha megengeditek, tovább szaladnék, mert még van néhány dolog, amit szeretnék elmondani. Ezek után térjünk rá egy kicsit újra a védikus felfogás tárgyalására. A hindu szentírások elmondják, hogy azon emberek számára, akik megértették a korábban említett szubjektív életcéloknak az ideiglenes felszínes jellegét, azok számára az anyagi gyarapodás, a morál, az érzékkielégítés és a felszabadulás ösvényén túl van egy ötödik út, ami az ötödik emberi érték beteljesítéséhez vezet el, amelyet az eddigi szubjektív életcélokkal szemben a létezés abszolút céljának tekintenek. Tehát ami eredetileg a célja az egész teremtésnek és az emberi létformának. Ezt Panchama Purusa Arthának nevezi a szanszkrit.
mi ez az ötödik út is hova vezet, gyakorlatilag önmagunk transzcendentális lényének a megismerése, megértése, a létezésünk forrásával, Istennel való összekapcsolódás, ami összekapcsolódás a szeretetben is, nem a félelmen és a rettegésen keresztül történik, a szeretet, mint a leginkább, legerősebb összetartó és összekapcsoló erő, és az egyéniséget megőrző, személyiséget megőrző összekapcsolódás útja, amelyet a védikus irodalom, ahogy a Gergely erre utalt már, ezt jógának, önmegvalósításnak nevezik. Ez az út automatikusan magába foglalja az anyagi létből való felszabadulásnak az eredményét is, de nem ez az elsődleges cél. Oké, eddig most traktáltalak benneteket sok-sok elmélettel, de nézzük meg gyakorlati szinten, hogy mit mond a védikus irodalom. A létezésünk abszolút célja, hogyan, milyen eszközökkel lehet elérni. Természetesen, hogyha ezeket az eszközöket sorolnám, akkor még egy hét múlva is itt lennék, úgyhogy kiemeltem három olyan eszközt, amit a védikus irodalom is különösen hangsúlyoz a különböző fejezeteiben, különböző írásokban. Ez a három út, az első, érdekes visszacseng a többi előadásból is, mindezek szinte. Az első az érzékek lemondások általi szabályozása. A második az önvaló és a transzcendens védikus írások segítségével történő tanulmányozása. És a harmadik pedig a legfelsőbb Úr iránti, Isten iránti odaadásnak a gyakorlása. Ha valaki belegondol ezekbe a módszerekbe, akkor láthatja, hogy az önmegvalósítás e három eleme minden hiteles önmegvalósítási, illetve jóga irányzatban jelen van, de még tovább megyek, valamennyi hitelesen gyakorolt vallási irányzatban is megtalálható. Ezek az elemek, ezek az eszközök megtisztítják az embert, ideiglenes természetű életcélokhoz való ragaszkodásoktól és az ideiglenes önazonosításoktól, és segítenek a lelki tökéletességet elérni. A hátralévő pár percben nézzük meg mindegyiket egy kicsit részletesebben is. Mit jelent ez a tapa, a lemondás, illetve a vezeklés fogalma? Ez a testnek, a beszédnek és az elmének olyan fontos önként vállalt vezeklése, illetve lemondása, amelyek megtisztítják az embernek a lényét. Erről is már volt szó előző előadásokban. Csökkentik a megkötöttségeket, amelyek nem engednek az anyagon túl látni bennünket. Itt nem kell különös extrém dolgok, szöges ágyra és cilíciumra és nem tudom mire gondolni. Nézzük, hogy mit mond a sásztra, a védikus hitel és védikus szentírás. Egyszerűen a kép is utal erre, például a koránkelés. Igaz, hogy itt most már elkéstünk, mert a védikus írások, főleg az Ájurvéd azt javasolja, hogy napkeltek előtti másfél-két órában keljünk fel, hogy ez a úgynevezett Brahma Muhurta időszak, ami nagyon-nagyon jó az önmegvalósítás gyakorlására, folyamatának gyakorlására. De ide tartozik a korai reggeli kelés után a korai reggeli fürdő is. Kiózanító és megtisztító. Nagyon fontos dolog, nem mindenkinek világos ideje természet szerint. Hogy a harmadik, amit felsorolnék itt, az ékádasi napján tartott bőr. Ez az ékádasi nyugati világban nem annyira ismert, de nagyon-nagyon fontos egészségi, mentális és lelki szempontból is. Ez az újhold és a teli holdat követő 11. napon a védikus írások magyarázzák, hogyha az ember ezen a napon a gabonától és a hüvelyes zöldségektől tartózkodik, akkor a létezésének mind a három szintjén rendkívül komoly áldásban részesül. Most nincs időm ezt taglalni, ez egy külön előadás, hogy mitől, de akár a kérdés a fórum keretén belül tudunk erre válaszolni. Vagy egyszerűen a vegetáriánus táplálkozás is ide tartozik. És itt hangsúlyozom, hogy a képmutatja nem az ízben történő lemondásról van szó, mert ha elhiszitek nekem, 22 éve vagyok vegetáriánus, sokkal ízletesebb ételeket eszek 22 éve, mint előtte, nem tudom hány év alatt, nem vegetáriánusként. Itt inkább a táplálkozási szokások megváltoztatására gondolok, mint lemondásra elsősorban. Lemondás kategóriába tartozik az anyagi javak felhalmozására való igényünknek a feladása. Vagy az adományozás, az önzetlen munka, vagy például, ez nem annyira divatos, de azért nem hallgatom el, a szexuális késztetések bizonyos elvek mentén történő szabályozása szintén ide tartozik. Aztán, ami kevésbé divatos manapság, a szülőknek, fejjel valóinknak, tanáraink, a tisztelettel, nekik való engedelmesség,
Ez így a lemondás a tapa kategóriájában a védek által felsorolt viselkedés minta. Ha valaki gyakorolni akarja a lemondás elvét, ilyen egyszerű hétköznapi dolgokkal ezt tudja gyakorolni. Aztán ide tartozik még utolsó sor két instrument hozzá, az egyszerű érzékkontroll és az önzetlen munka szintén ebbe a kategóriába. Nem nehéz dolgok, vagy lehet, hogy nehéz konkrétan, de nagyon könnyen kivitelezhető hétköznapi emberek számára is. Menjünk tovább. A második, ez az úgynevezett svádhyája folyamata, az önvaló tanulmányozása a védák által. Tehát olyan transzcendentális tudás megszerzésére kell gondolni, amely a lélekről szól. Egész életünkben az anyag tudományával tömik a fejünket. Az egész nyugati oktatási rendszer erről szól. Ha valaki nem ad időt és energiát, nem száll energiát arra, hogy megismerje, hogy mi a lélek, hogy ki ő saját maga, akkor nem sikerülhet a létezés abszolút céljának a megismerése. Ennek a tudásnak egyébként a fő elemei a következő: a lélek az eredeti énnek az anyagi testtől való különbözőségének a megértése, a lélek örök természetének a megértése, Isten tulajdonságairól való tanulás, illetve a lélek és Isten kapcsolatának a részletei szintén ide tartoznak. A transzcendentális tudás fontosságáról így írnak a szentírások, Bhagavad Gita-ban Arjunát tanítja Krisna, azt mondja, nagyon-nagyon fontos vers, nagyon komoly konklúziója van. Amint a lobogó lángok között hamuvá ég a fa, úgy hamvasztja el a tudás tüze az anyagi cselekedetek minden visszahatása. Mi ez az anyagi cselekedetek minden visszahatása? Ki tudja egy szóval megfogalmazni? A karma. Mostanában nagyon divatos, karmamentes étel, karmamentes ez, az, amaz. Egyszerűen, ha valaki tanulmányozza a transzcendentális tudást, a lélekről szóló tudást, elkezdi égetni a karmáját. Sok millió életen keresztül felhalmozott cselekedeteinek rossz kedvezőknek visszaadása. És a harmadik utolsó eszköz, a legfelsőbb úr iránti odaadás gyakorlása. Ennek 9 hiteles folyamata van a védikus írások szerint, 3-at említenék meg, ami a leginkább hangsúlyozott: hallani Istenről, beszélni Istenről, vagy énekelni a neveit, mondani a neveit, illetve emlékezni Istenre. Ez az Isten iránti odaadásnak a három gyakorlásnak a három legfontosabb eleme. Ez egyébként a hindu tradícióban egy nagyon egyszerű módszeren keresztül együtt valósul meg, az úgynevezett náma dzsapa, Isten neveiről szóló meditáció, amelyet szintén a kora reggeli órákra javasolnak. Náma dzsapa, szent nevek rendszeres ismétlése, a jelentéséről szóló ismétlése, tudatos, ez a mantra meditáció. Mantrákról szerencsétlen a Gergő beszélni, hogy nem fogok róluk. A védikus irodalom a mai korszak, a nézeteltérések korszakára ad egy mantrát, sok mantra van, de ezek közül a legerősebb, amit az egyik Upanishad tanít, ez a Hare Krishna Mahamantra, amit szerintem a jelenlévőkben mindenki ismer. Különböző forrásokból rengeteg információt kaphatok róla, úgyhogy én erről most részletesen nem beszélek. De ennek a rendszeres napi gyakorlása tulajdonképpen mind a három elvet megvalósítja. Gondolni Istenre, transzcendensre, kapcsolatba kerülni vele, és ugye szolgálni őt ezen keresztül, odaadó hangulatban, ez mind megvalósítja. Letelt az időm, úgyhogy semmi más dolgom nincsen, mint hogy utolsóként belekapcsolva a konferencia fő gondolatmenetébe elmondhatjuk azt, hogy a védikus hagyományok szerint az egészség tökéletes állapota az, amikor valaki egyformán fektet hangsúlyt az életének a testi, fizikai, az érzelmi, mentális és a lelki transzcendentális aspektusára. Sajnos a modern társadalmak főképp az elsőre, vagy a jó esetben a másodikra is fektetik a hangsúlyt, viszont elhanyagolják a harmadikat, amely pedig igazából az első kettő szinten elérhető egészségnek valódi alap. És egyben a létezés abszolút célja is, ahogy már is számítasztok. Természetesen az előadásunkban felvázolt védikus hagyományokra épülő abszolút létételmként nem nullázza le az emberiség történelmében eddig felállított, szubjektív életcélokra felállított tudományos, technikai vívmányokat, vagy a filozófiai kalandozásoknak a jelentős vonulatait. A következtetés azonban az, hogy ezek akkor adják a legnagyobb jót az embereknek, ha nem a relatív világhoz kötik őket, hanem utat mutatva számukra segítenek őket önmaguk tökéletes lelki
megismeréséhez és a lelki tökéletességhez való eljutáshoz. Utolsó diaként, zárszóként egy sászta védikus irodalom idézetet szeretném betíteni, amely egy mottóként is szolgálhat az előadásomhoz. Azt mondja a Bhágavata Purán, a védikus szentírás, hogy az emberiség legmagasabb rendű hivatása, dharmája az, amely által az ember eljuthat a transzcendentális Úrnak végzett szeretettel és odaadó szolgálatot. Ennek az odaadó szolgálatnak töretlenneknek kell lennie, valamint mentesnek minden indítéktól, hogy teljes elégedettséget nyújtson az önmagának. Köszönöm szépen a figyelmet és a türelmet, hogy toleráltátok az időtérítésemet. Ebéd után várunk mindenkit a fórumra, ahol Tamasi József doktorral, Medvegyi Gergő kollégámmal is, jó magammal is találkozhattok, és felmerülött kérdéseket légy szíves írjátok fel magatoknak, hogy ne felejtsétek el a finom ebéd közben, és akkor tudunk ezekről beszélni. És jó étvágyat mindenkinek!